tovább javítaná eddig sem rossz turisztikai pozícióját Tiszafüred. Az önkormányzat ezért döntött úgy, hogy az idegenforgalom növelése érdekében felújítatja a város központját. 2019-es önkormányzati választáson egy olyan fejlesztési stratégiát tettünk le az asztalra, amelyre akkor a város lakosságának nagy többsége igen mondott. Akkor azt ígértük, hogy újjá fogjuk építeni Tiszafüredet. Célul tűztük ki, hogy az unalmas és egy kicsit visszamaradott vidéki kisvárosból egy dinamikusan fejlődő infrastruktúrájában megszépült és pezsgő járásközpontot fogunk kialakítani. Az 550 millió forintos beruházást 2019. novemberében kezdték el. Mind a turizmusban, mind az intézmények vonatkozásában, a közterületeken, a munkahelyteremtésben, az oktatásban valamennyi területen jól látható, látványos fejlődés történt, olyan, amit a Fidesz-KDNP vállalt, amely a vidékpolitika és a várospolitika szerves részét jelenti. A tér központi eleme a fény és hangjátékkal is ellátott lépcsőzetes szökőkút. Nagyon sok minden fejlődött. Az elmúlt 30 év lemaradását pótolta néhány év alatt. És nem szabad ennyivel megelégedni. Sokkal több van még ebben a városban. A megszépült belvárosban új piaszcsarnok, valamint orvosi rendelő is épült. Abban bízok, hogy a járványhelyzet csillapodásával Tiszafüred lakói, környék településének polgárai, az ide látogató turisták igazi közösségi térként tudják majd igénybe venni ezt a városközpontot. A Tiszató fővárosaként Tiszafüred évek óta turisták tízezreit látja vendégül minden évben. A járvány után az idegenforgalom újabb, minden eddiginél nagyobb léptékű fellendülésére számítanak a településen.